Jó reggelt kívánok az Apostil irodából, az Ákosnak üzenem, én is reggelizem, nekem ez jutott. Elfogyott a tejsző, abban, hogy vennem kell egy újat. Elfejtettem, jó? Nekem nincs ilyen aranyos kis reggeli, mint neked. Tehát az Apostil irodából üzenem, ugyanaz, mint a helyieknek, jó? Regisztráljuk, hogy ki kivel él együtt, jó? De majd meglátjátok, hogy hogyan, jó? Igen, mert én sajnos nem tudok rasszista lenni, mint egyesek ott, jó? Én igenis tisztelem a cigányságot, jó? Nekem soha nem volt probléma a cigányokkal, jó? Tehát egy pillanat. Dívhatjuk őket romáknak, vagy nem tudom, nehogy megsértődjenek, csak itt szólok, jó? Tehát nekünk nincsen konfliktusunk, csak szólok, jó? Itt más, én nem hallottam Magyarországon ilyenről, mint itt, csak segítek nektek, jó? Tehát itt vannak ilyen dráma queen emberek, de szó szerint, tehát férfival igen hülyén néz ki, így előadom, de képzeljünk egy ilyen nagy lapaj csávót, de ilyen totál feminin, megpróbálok már melyek évfordulóban, mert jobb idő van. Csak később akarok indulni, olyan egy óra felé, hogy ilyen sötétebb érjek oda, mert nem videózom ott közben, csak amikor odaértem, mert akarom videózni a fényeket nektek, mert szép, mert ma jó idő van, mert itt ritka, amikor jó idő van. Tehát majd próbálj ki ilyen lapajcságokat levidevozni, de mert néha el szoktam, sikerül elkapni őket. Tehát egy ilyen nagy, magas csávhoz képzeljetek el, aki ilyen így mész oda hozzá, ilyen üzleti ügybe, mert ide megyek, mert itt van egy szoba, mert pillanat. Mész hozzá oda üzleti ügybe, tess minden, minden. Szabadkőesek, itt, szabadkőesek. Johnny, honnan hoztad ezt az autót? És ez a reakciója, ez ilyen nagy lapajcsávó, és ez a reakciója. Nem érek rám, a szeretőm, és idé, a szeretőm, és de majd mondhatok, de ez élő maga vicces. És, tehát ezeket vissza kell térítenünk a melyik hölgy a feleségedbe, mert már éltesebb korú, egy másodperc, nem úgy értve, nem hívom öregnek, nem, meg ne sértődjön, nem. Jök a cigány, a hely. Nem mondja már valaki, hogy 56 évesen nem rendezvózott a helyhölgyek közül legalább 25-tel, jó? Tehát egy... Egyáltalán nem hívtam öregnek, nem. Szar a reakció, jó? Tehát a magyar hölgyeket, urakat is visszatérítjük a normális kerékvágásba, jó? És szépen rendezvózgatnak együtt, jó? A fiatalok is, de... Utána bevezetek majd egy szabályt, amitől lehet, hogy idegbeteget lesznek, jó? Egy másodperc. Szeretném felhívni a dr. Kovács Ákos úr figyelmét, mert ez az ő esete, hogy hogyan óhajtja az adminisztrációs regisztrációt ott kezelni. Óhajtja ezt a kormányablak, vagy okmányiroda, vagy nem tudom mit, mert én azzal igen meg voltam elégedve, jó? Nekem azt tetszik. Oda én sok hölgyet szeretnék várni, totál más miatt, pillanat, és szeretném felhívni, mert Magyarországon van egy kis káosz, hogy most a pszichológusok legyek szívesek jobbra-balra mászkálni, remélem mindig tud írni, olvasni. Ők nem kórházban dolgoznak, mert sokan vannak, pontosan, azért képeztük őket, be kell ülniük inkognitóba az okmányirodába. Jó? Tehát elnézést kérek, majd kapnak egyenruhát, senki nem fogja tudni, hogy melyik kicsoda, jó? És fel szeretném hívni a fizikai munkások figyelmét, amíg tud írni, olvasni, hogy biztonságtechnikai szempontból a Ceba úrnak mondom, a dr. Ceba Jánosnak, ő a katasztrófa védelem feje, biztonságtechnikai szempontból télen, például az építőipari munkások, be kell, hogy ezek, akik tudnak írni, olvasni, be kell, hogy üljenek az okmányirodába, ilyen üdigélő munkára, nem kell betolni, mert ők télen pihenőidőn vannak, de kötelesek beülni segíteni nekünk, mert ők másképp látják a lakosságot, mint mi. Emiatt havonta egyszer vagy kétszer, csak úgy kapnak fizetést, de ha havonta egyszer vagy kétszer, 8 órában ott ülnek inkognitóba egyenruhába, és ilyen fura stílusban, mert ilyen fura stílusuk van, nem baj, ilyen fura stílusban interjúvolják az embereket, hogy mi ügyben járnak ott egy másodperc, és sohasemmit nem tudnak megoldani, ez a lényeg, nem tanítjuk meg nekik a rendszert, jobbra-balra, tehát a hazugságuk alapján jobbra-balra kell küldözgetni a kollégáknak, egy pillanat, amire emlékeznek. Nem olyan rossz helyre küldik, nem kell idegeskedni, jó? Hogy szokják az építőipari munkások stílusát is. Jó? Tehát mindenkinek a párkapcsolata a cigányrendszer szerint regisztrálva lesz, nem kell izgulni, mindenki megbecsült tagja a társadalomnak, és mindenki segíti a társadalom munkáját, jó? Nem, nincsenek ledegradálva az építőipari munkások, jó? Amelyik tud írni, olvasni, köteles nekünk segíteni, mert csak akkor adok nekik fizetést. A többiek más munkát csinálnak, ugyanúgy havonta egyszer vagy kétszer, ők nehéz fizikai munkát végeznek, télen pihennek. Nem, így van, de így van kitalálva,
viszont kötelesek havonta egyszer-kétszer beülni irodai munkára, a többiek meg más munkára, jó? Na.